szükség volna. A problémát még súlyosabbá teszi, hogy nem egyedi esetről van szó. A lulai útépítés ügye is azt mutatja, hogy a kormány a Natura 2000-es területeket a kisebb ellenállás irányának tekinti, és ha választania kell a környezeti és a gazdasági érdek között, akkor rutinszerűen az utóbbi mellett dönt. Az LMP álláspontja szerint egy sok milliárd forintnyi közpénzt az ország természeti kincseit is érintő döntéssorozatban az állam csak teljes nyilvánosság mellett az átláthatóságot garantálva és jogilag támadhatatlan módon járhatna el. Ezért kérdezem tisztelt államtitkár urat, mikor hozzák nyilvánosságra azt a hatásvizsgálatot, amelyből kiderül, pontosan milyen mértékben sérülne hazánk természeti öröksége az Audi gyár tervezett bővítésével. Mikor tudhatjuk meg végre, hogy milyen alternatív helyszíneket vizsgáltak meg, illetve milyen természetvédelmi kompenzációs intézkedéseket terveznek megvalósítani. És nem utolsó sorban szeretném megkérdezni tisztelt államtitkár urat, konkrétan hogyan fognak legalább mostantól átláthatóvá tenni a társadalom számára minden olyan beruházást, amely természetvédelmi oltalom alatt álló vagy Natura 2000-es területeket érint, és ezáltal biztosítani az érintett intézmények, a civil szervezetek, szakértők részvételét annak érdekében, hogy együtt vizsgálhassák meg a természeti károkat lehetőleg csökkentő alternatívákat. Várom megtisztelő válaszát. Megadom a szót Ángyán József államtitkár úrnak, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselőasszony. Mindenek előtt el kell mondjam, egyetértünk abban, hogy a környezethasználatot a fenntarthatóságnak kell jellemeznie. Ezért minden esetben figyelemmel vagyunk a jövő nemzedékek szempontjaira, és csak azokat a megoldásokat fogadjuk el, ahol a gazdasági, a környezet és a társadalmi közösségi szempontok egyaránt érvényre jutnak. Ezt az elvet képviseljük az ön által említett beruházás esetében is. Tehát számunkra egyértelmű, hogy az átláthatóságot garantálva és a jogszabályokat betartva járunk el. Ami a beruházás és az ahhoz kapcsolódó iratok megismerhetőségét illeti, arra több lehetőség is nyitva áll az érdeklődők számára. Egyrészt az üggyel kapcsolatos hatósági határozatok, a hatályos jogszabályok betartása mellett bárki számára hozzáférhetők ma is. Másrészt jelenleg van folyamatban Győr megyei jogú város rendezési tervének módosítása. Az ehhez kapcsolódó valamennyi lefolytatandó eljárásba több civil szervezet is bejelentkezett, és így megkapja az eljárás dokumentációit, valamint a jogszabályi keretek között betekinthet a keletkezett iratokba. Ezek gyakorlatilag az ön által felvetett valamennyi kérdésre kitérnek, amelyeket a következők szerint foglalok össze. Először elkészült a Natura 2000 területekre vonatkozó hatásbecslési dokumentáció, amely tartalmazza az érintett területre vonatkozó adatokat, az alternatívák bemutatását, a tervezett beruházások hatásait. Kitér továbbá a tervezett kompenzációs intézkedésekre, vagyis az érintett Natura 2000 terület jelölése alapjául szolgáló fajok és élőhely típusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzésére, a várható kedvezőtlen hatások arányos, azt ellensúlyozó helyreállítási, fejlesztési feladatok elvégzésére is. Másodszor, a környezeti értékelés tartalmának meghatározásához többek között a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság adott véleményt, a tematika nyilvánosságra hozását pedig a győri önkormányzat biztosította. Az elkészült környezeti értékelés és természeti hatásbecslés véleményezési eljárása a törvényi előírásoknak megfelelően jelenleg van folyamatban. Harmadszor, miután a beruházás természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű területet érint, ezért ki kell kérnünk és ki is kértük az Európai Bizottság véleményét, ezt a kormány nevében a vidékfejlesztési és nemzetgazdasági miniszter meg is tette. A magyar hatóságok a bizottság véleménye alapján fognak eljárni az engedélyezési eljárásokban. Tisztelt képviselő asszony, szeretném tehát még egyszer megnyugtatni önt, hogy a Nemzeti Együttműködés kormánya mindent megtesz azért, hogy a jövő nemzedékek elől a lehetőségeket ne éljük föl, és biztosítsunk ugyanolyan lehetőségeket a jövő számára, mint amilyen lehetőségekkel a mai nemzedékek élnek. Ezért mindent megteszünk a természeti örökség megóvása érdekében, és ezt tesszük a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem képviselő asszonyt, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, átadom az ülés vezetését Ujhelyi István alelnök úrnak. Ezt megelőzően megadom a szót képviselő asszonynak. Kérdezem, hogy elfogadja a választ. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm a választ. Az az igazság, hogy bár megnyugtatóan hangzik, amiket államtitkár úr mondott, de én egyrészt egy ilyen országos jelentőségű természetvédelmi kérdésben nem tartom elegendőnek azt, hogy a győri önkormányzat kezében legyen a társadalmi konzultáció lefolytatásának az eszköze. Egyrészt, másrészt pedig nem kaptam választ arra a kérdésemre, hogy a jövőben a hasonló beruházásoknál, amelyek Natura 2000-es területek megsemmisítését jelenthetik adott esetben, hogyan fogják a társadalmat és az érintett civil szervezeteket, szakértőket bevonni ebbe a folyamatba. És sajnos a jelenlegi válasz alapján erre nem látok garanciát, ezért nem tudom elfogadni a választ. Köszönöm. Én is köszöntöm a házat, további jó munkát kívánok. Képviselőasszony nem fogadta el a választ. Kérdezem az országgyűlést, önök elfogadják-e? Tisztelt Országgyűlés, az interpellációs válasz 230 igen, 58 nem ellenében az Országgyűlés elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, Tukacs István, az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez. Szegény ember, aki ígérni sem tud, kártalanítják ki a magánnyugdíj pénztárak tagjait címmel. Tukacs István képviselő urat illeti meg a szót. Tessék, parancsolni. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Ház, tisztelt államtitkár úr! Bizonyos szempontból örülök annak, hogy nem Matolcsi úr válaszol erre a kérdésre. Az ő válaszát a ház már ugyanis ismeri. Akkor, amikor a vita során feltették neki ezt a kérdést, akkor egy gesztus volt a válaszsal, széttárta a kezeit, jelezve ezzel azt, hogy nagyjából fogalma sincs arról, hogy hogyan történik majd a kártalanítás. A szóban forgó előterjesztés azt tartalmazza, hogy nagyjából 3 millió érintett magánnyugdíjpénztári tag 14 havi járulékát, vagy járulékának döntő részét a kormány máshová kívánja irányítani. Magyarul elveszi azt, ami nem az övé. Sokan mondják erre, hogy Einstein, szerintem ez annál rosszabb. A pásztorok ugyanis nem hitegették nemecseket azzal, hogy majd az üveggolyói tekintetében majd valamit tesznek, talán majd valamikor valami történik, és így tovább. Önök azonban ezt teszik. Az előterjesztés egy szót sem tartalmaz arról, hogy hogyan kártalanítják majd mindazokat, akiknek 14 havi egyébként máshová szánt pénzét önök elveszik. A szocialista frakció ezt az előterjesztést elutasítja, és következetes véleménye, hogy a kormánynak vissza kell vonnia ezt. Ugyanakkor éppen a 3 millió érintett miatt szükséges megkérdezni, mi a terve a kormányzatnak a kártalanítás ügyében. Egyáltalán fel kell tenni a kérdést, hogy miért nem rendelkezett erről az előterjesztésben magában. Mi volt olyan sürgős, hogy nem sikerült megnyugtató választ adni 3 millió embernek arra, hogy mi történik akkor, ha a pénzét elveszik és használják. Ezért tehát, tisztelt miniszter úr, az interpelláció kérdését megismételve, miért nem rendelkeztek a kártalanítás kérdéséről eddig? És mik a terveik 3 millió magánnyugdíjpénztári tag kártalanításával kapcsolatban? Köszönöm szépen. Válaszadásra a minisztérium nevében Cséfalvay Zoltán államtitkár úr, a szó, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Mindenekelőtt tisztázok a tényeket. Ugye a kormány javaslata mindössze annyit tesz, hogy átmenetileg más szabályozást érvényesít, ezzel senkinek nem veszel semmit a nyugellátásából. Nem veszel semmit. A jelenlegi nyugdíjasok, ahogy eddig is, megkapják ellátásukat. A jövőbeni nyugdíjasoknál, akik napjainkban a fedezet megteremtésének időszakában vannak, az állam beszámítja járulékfizetéseket. A közeljövőben kidolgozásra kerülnek a magánnyugdíj pénztári rendszer átalakítására vonatkozó javaslatok, ezen belül is az állami rendszerbe való visszalépés lehetőségének megnyitása. A kormány a nyugdíjrendszer egészére és a 2013 utáni járadékszolgáltatás részletes szabályaira vonatkozó komplex javaslatot készít elő. Mert csak zárjába tenném hozzá, a magánnyugdíjpénztári rendszerben ez még most teljesen rendezetlen. Ennek keretében a nyugellátás fedezetszámításának új szabályozási elemei is kidolgozásra kerülnek. A szerzett jogok azonban nem sérülnek, és semmilyen hátrány nem éri a pénztártagokat. A járulék befizetéseket a kormány nem veszi el. Ezek az összegek az államháztartás nyugdíjfedezeti rendszerébe kerülnek, és minden egyes pénztártagnál szigorúan egyéni nyilvántartásban szerepelnek. Így az állami és magánnyugdíj beszámításának alapját képezik majd. Tisztelt képviselő úr, a kormány három kihívásra tesz megoldási javaslatot. Egyrészt az államháztartási hiány cél tartására, a jelenlegi nyugdíjasok nyugdíjának biztosítására, valamint jelenleg az állami társadalombiztosítási rendszerben járulékot és a magánnyugdíjpénztárakban tagdíjat fizetők jövőbeni nyugdíjának biztosítása. Éppen ezért a kormány 14 hónapig, korlátozott ideig a magánnyugdíjpénztári tagdíjbefizetéseket a magánnyugdíjpénztárak helyett az állami nyugdíjalapba helyezi. Mint ahogy a háromnegyed része amúgy is oda megy, csak zárójelbe tenném hozzá. Megnyitja az állami rendszerbe való átlépés útját, és ezzel megteremti a szabad választás lehetőségét. Ezen kívül a kormány kidolgozza a jelenlegi pénztártagok és a jövőbeli nyugdíjasok érdekeit egyenlő már tartva a megfelelő és átgondolt beszámítási rendszer. Tisztelt képviselő úr, a pénztártagokat nem riogatja a kormány, ellenkezőleg olyan lehetőséget, döntési szabadságot biztosít számukra, amelyre többen már nagyon régóta várnak. Visszakapják saját pénzük felett való szabad rendelkezési jogot. Az államnak ez a feladata, hogy ezt visszaadja, a döntés természetesen, hogy miként élnek ezzel, már az állampolgárok. Köszönöm a figyelmet. Megkérdezem, Tukacs István képviselő urat, elfogadja az államtitkári választ? Tisztelt államtitkár úr, találhatunk bármilyen kreatív módon kifejezést arra, hogy mit jelent az, ha valaki elveszi azt, ami nem az övé. A lényeg mégiscsak az, hogy a kormány most ezt teszi. És ezt nem lehet másképpen nevezni, mint az, hogy elveszi azt, ami nem az övé. Másfelől ön azt mondja, hogy nem éri kár ezeket az embereket, mint egy 3 millió nyugdíjpénztári tagot, ezért nem kell őket kártalanítani. Ezeket az embereket kár éri. Azért, mert azt a pénzt veszik el, ami egy év alatt számára hozamot termelhet, várományt termelhet. Ezért tehát a választát már csak ezen okból sem tudnám elfogadni, de hogyha ehhez még hozzáveszem azt, hogy ön azt állítja, hogy az emberek helyett el kell dönteni, hogy mi számukra a biztonságos és mi nem, akkor azt gondolom, hogy megvan egy harmadik érve ahhoz, hogy a választ ne tudjam elfogadni. Köszönöm szépen. Képviselő úr, az államtitkári választ nem fogadta el, most szavaz az országgyűlés. Tessék parancsolni. Kimondom a határozatot, hogy az országgyűlés 216 igen szavazat és 89 nem szavazat ellenében az államtitkári választ elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, Harangozó Tamás, az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez. Milyen intézkedéseket tervez a kormány a közlekedés biztonság javítása érdekében címmel? Harangozó Tamás, MSZP-s képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Az elmúlt években a szocialista kormányok jelentős erőfeszítéseket tettek a közúti balesetek visszaszorítása érdekében. A gépjármű üzembe tartó közúti szabályszegésekért való objektív felelősségének megteremtésével bezárultak azok a jogi kiskapuk, amelyek korábban lehetőséget adtak a szabálytalankodóknak a büntetés elkerülésére. Így a szabálysértő gépjárművezetők nem kerülhetik el a felelősségre vonást. A közlekedés biztonságának javítását szolgálta az új KRESZ megalkotása is. A jogszabályok észszerűsítése mellett az előző ciklusban új autópálya alosztályok kerültek felállításra, a rendőrség gépjármű és eszközparkjának fejlesztése javította a közlekedés rendészeti tevékenység hatékonyságát. Az elmúlt évek erőfeszítéseit a baleseti statisztikák világosan visszaigazolták.